Hello, sziasztok! Üdv ismét a csatornámon! Ma egy szájhangsúlyos minket fogok készíteni, ami nem lesz bonyolult, de azt gondolom, hogy viszonylag látványosnak mondható, úgyhogy kezdjük is el! Elsőként a szemhéj alapozással kezdek, már egyébként lealapoztam magam, és formáztam a szemöldökömet, úgyhogy jöhet a szem, utána az ajkak, végén egy kis kontúr, egy kis pirosító, és kész is van. Elsőként a Maybellinek korrektorával fogok kezdeni. A Maybelline Fit Me korrektor, ezzel fogom lealapozni a szemhéjamat, és utána pedig egy bőrszínű puderrel fogok rámenni, azzal fixálom a korrektort. Jó, jöhet akkor a fixáló puder, ami ezúttal is az Alverdének lesz a kompakt pudere, bézs árnyalatban. És egy lapos, széles csettel fogom felvinni. A következő lépés az mélyítő vonal és a mélyítő vonal feletti résznek az árnyékolása. Ehhez én egy bronzert fogok most használni, mégpedig a Rimmelnek a Natural bronzerét, és ebből a Sun Bronze árnyalatot. És egy satírozó ecsettel viszem fel a szemöldök alatti részre. Jó, a következő lépés a bronzernek, pontosabban ennek a barna színnek az elmélyítése. Ez a szokásos Patrice matte palettájából fogom választani ezt a színt, ami középső barna árnyalat, és ezúttal egy picit laposabb ecsetet használok, pedig egy ilyen dupla ecsetet, és csak a mélyítő vonalba viszem fel. Nem kell egészen bevinni a szemzugig, a belső szemzugig ideig, hanem csak kb. Így a háromnegyed részéig a külső sarkától kezdve. Jó, és akkor még a mozgó szemhéjra viszek a csillámosabb árnyalatot, ami ezúttal a narasz vagy naras palettájából lesz. Ez a világosabb, hát ilyen fahéj és pezsgő szín keveréke, és ezt egy lapos fejű ecsettel fogom felvinni a szemhéjra. Lapos ecsettel. Szép, hogy csak egy nagyon pici fényt ad a mozgó szemhéjnak, de nem erőteljes a szín. Nem is célunk, nagyon hangsúlyozok most a szemünket, hiszen ez egy szájhangsúlyos mink. Úgyhogy be lehet ide vinni a belső szemzugba, olyan, ha ilyen világos, csillogó bárnyalatok, mert optikailag kinyitva. Jó, és ha ez megvolt, akkor egy picit összedolgozzuk az egészet egy ilyen berecsettel, az satírozó ecsettel, a széleket, a felső részt, ahol a mélyítő vonal van.
jöhet a szemhéjtus, ami ezúttal a Maybellinnek az Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner lesz. Nem is tudom, hogy mutasson. És ehhez egy szemhéjtus ecsetet fogok használni. Most is van, ami az Essence-nek szemhéjtus ecsete. És ezzel húzom ki a szemem. Igazából azt gondolom, hogy az egész sminkben ez a legfontosabb rész. Remélem, hogy fogok bénázni. És így, és húztam a sarkát. Ahogy szoktam, gyakorlatilag összekötöm ezt a részt, ezzel a résszel. És egyébként nem sokára fogjátok látni, hogy miért hoztam ilyen hosszúra. Itt ezen a részen, ugyanis itt még fogom árnyékolni egy pici sötéttel, hogy ezzel is nyújtsam a szememet. Egészen kleopátrás lesz. Most kell szimmetrikusra megoldolni. És kész van a szemhéjtus, pontosabban a húzás. Majdnem szimmetrikus. Jó, jöhet a műszempilla és a spirálozás, és gyakorlatilag a szemünk körülbelül kész is van. Én most egy új spirált fogok használni, ez az NYC-nak a Skyrise spirálja. Olyan szempontból szeretem ezt a spirált, hogy elég sok anyagot felvisz a szempillára. De olyan szempontból meg nem szeretem, hogy picit össze is tapasztja miatt a szempillákat. Ettől függetlenül lehet látványos szempillákat készíteni velem. Úgyhogy összességében azt mondom, hogy megérte azt a körülbelül 100 forintot, amit elköltöttem. De mindig spirálozás előtt érdemes szempillagöngyöt használni. Ilyen szép is. De mielőtt spirálozok, ugye műszempilla, ezúttal is a Red Sherry Vízpíz szempilláját fogok feltenni. Szempilla. Én általában szoktam feltenni, és minden alkalommal először felteszem középre, és aztán a két sarkát beillesztem a megfelelő pozícióba. Ez most lehet, hogy valami egy kis dupla. És a másik szempilla is fel van. Mondtam, hogy teszek egy kis sötétet ide erre a részre, ugye ezt ígértem, és ezúttal a... Mi vagy te? Rival the Loop Young szemhéj puder palettájából fogom választani ezt a sötét, szinte fekete színt, csak én nagyon keveset fogok belőle felvinni. Egy olyan lapos fejecsettel, mint amivel a barna színt tettem fel, egy lapos ecsettel, és csak egy nagyon keveset. Még annyit csinálok, hogy átmegyek a ragasztón a szemét
citrussal, amiért azúttal az Essence Eyeliner fenyőt fogom használni. Ez egy ilyen fényes citrus, és csak így rányomogatom igazából, hogy a ragasztás ne látszódjon. Amihez én Fit Me korrektort fogom használni. A 10-es árnyalatot. És Beauty Blenderrel dolgozom el. Ami egy kicsit nedves. Amit látjátok a számra is viszek egy kicsit. Ez azért fontos, mert ugye sötét rúst fogok felvinni, és az gyakorlatilag így egyrészt jobban tapad rá, másrészt jobban kiemeli majd a színt. És most jöhet a korrektor fixálása, szokásos módon a Rimmel Szémat púderét használom, abból is a transzparens árnyalatot, és ugyanúgy a Beauty Blenderrel szem fel. Jöhet az alsó része a szempilláknak. Ez gyakorlatilag így is lehet hagyni ezt a szemsminket, maximum mégis például szokták a szempillátokat. Én még annyit szoktam, hogy szeretem kihúzni a vízvonalat, hogy egy picit intenzívebb legyen a tekintet. És egy nagyon pici sötét árnyalatot viszek majd az alsó villasor tövébe, de itt csak nem mutatom neki a festéket. Persze. Egy ilyen ceruza ecsettel. És először ezt a színt, majd ezt a színt. És ahhoz én most egy ilyen kis papírkát alá teszek, hogy nem szatoljam el nagyon a már lefixált sötét karikáimat. Kicsit sötét, ide a sorokba. És készen a szemcsink, szerintem elég dögös. Jöhet az ajak, sokan az ajkak. Picit még hezitálok, én vettem most a Catrice-nél két ilyen Made to Stay Smoothing Lip Polish húst, vagy szájfényt. Van egy ilyen fuchsia árnyalat, és van egy ilyen pirosas árnyalat. Valószínűleg most a pirosat fogom választani, mert ez a barnás, feketés minkhez valahogy nekem az jobban illik. És nyilván kontúrozom előtte az ajkaimat. Kicsit érdemes vastagabban megrajzolni az ajakkontúrt, hogy egy dolog adjon majd a húzsal. Egyébként, ha nem szeretek a színes szájkontúr ceruzákat, vannak színtelen szájkontúr ceruzák is, ugyanazt a célt szolgálják, mint a színesek, csak nincs színű. És akkor jöhet szép piros, vékony ajakrúzs.
azt lehet csinálni, esetleg kimentek a vonalból, akkor egy korrektor ecsettel kijavítani itt a sarkakat. Én most sikeresen kimentem a vonalból, úgyhogy jöhet a korrektor ecset, és a korrektorom. Szóval kész vannak az ajkak, közben én gyorsan készítettem a kontúrt, és kispiráloztam alul még a szempillámat, ami elmaradt. De gyakorlatilag már csak a pirosító hiányzik, egy kis púder, meg egy kis highlighter. Pirosítónak most szintén a narancs palettájából ezt a narancsos árnyalatot választottam, és egy klasszikus pirosító ecsettel fogom felvinni. Mindjárt láthatok. Ja. Igen, ez az, amikor megszalad a pirosító. Jó. És jött a highlighter, amihez szintén ezt a narancs palettát fogom felhasználni, és ugyanezt a színt, mint amit a mozgó szemhéjre használtam. Most az ujjamra kellek egy nagyon picit. Látok így. És ezzel így. Végig. Jöhet a púder, amihez a szokásos Rimmel Snímat púderemet használom, ezúttal is a transzparens árnyalatot, és egy ecsettel viszem fel. Jó. Szóval ez lett a végeredmény. Egy viszonylag könnyen elkészíthető, kevésbé karakteres szemsmink, és egy annál inkább élénk és karakteresebb szájsmink. Remélem, hogy tetszik nektek. Azt gondolom, hogy ez egy esti programhoz, egy romantikus vacsorához, vagy akár egy lányos bulihoz is tökéletes. Ha nektek is tetszik, akkor nyugodtan lájkoljatok, lehet kommentelni, és fel is lehet iratkozni. Sziasztok!